Kutyaiskola Karcagon, Bagolypusztulás, vendégünk dr. Fazekas Sándor, kormánybiztos. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. április 2-án 18 óra 5 perckor. Ferenci Sándornéval beszélgetünk arról, hogy a kutyásoknak mennyire nehéz ez a járványügyi helyzet, amikor versenyek sincsenek. Nehéz időszak ez a kutyásokra is, hogy nem mehetnek. A kutyák is nagyon várnák, hogy a szabadban dolgozzanak, mondja a kutyakiképző szakember, aki bízik benne, hogy folyamatosan feloldódik a járványügyi helyzet, és tud menni versenyekre és a kutyaiskolába is. Nehéz időnk van most azért a kutyásokra is, hogy nem mehetünk. Ugye a kutyák is nagyon várnák ugye a szabadba dolgozni, ugye én is munkakutyás vagyok, munkakutyáim vannak, ugye ezek állandóan dolgoznának. Hát bízunk benne, hogy hamarosan feloldódik, és akkor tudunk menni versenyekre, mert készülök munkakutya versenyre is, meg azért a kutyaiskolába is ki tudunk majd menni, és akkor kutyázgatunk egy. Otthon napi tréninget csinál az akadályokon a kutyáival, készül a munkavizsgákra velük, és a tenyészszemlére is. Itt segítje Domján Gabi, aki szépen dolgozik a kutyákkal a tenyészszemlére. Én ide haza csinálom minden nap. Minden délelőtt, délután, mikor az időm engedi, én ugyanígy téringezek itthon, az udvaron akadályaim vannak, ugyanúgy tudok készülni, BH-ra, IPO, egy munkavizsgára, mint amire készülünk, tenyészszemlére. Hát végül is a tenyészszemlébe van egy nagyon jó kis segédem, Domján Gabinak hívják. Nagyon szépen dolgozik a kutyákkal, úgyhogy gratulálok is neki ezen a szinten, mert tényleg az ősszel egy nyers kutyával kezdtük a tenyészemlére készülődést, és olyan szépen belevezette, benevelte, vehettünk volna tenyészemlére, mire elkészültünk, akkor ára kijött a körlevél, hogy nem lehet menni, úgyhogy sajnos elmaradtunk a tenyészemlével. 2020-ban Salgótarjánban, Békés Csabán, Debrecenben versenyeztek, és pár kiállításra is el tudtak menni. Csak sikerült elmennünk, ugye, mint ahogy már beszéltünk régebbről is, ugye maradtak el kiállítások, a Salgótarjánban az idén is elmaradt, ugye tavaly is elmaradt, beneveztünk. Hát igen, utána el tudtunk menni Békés Csabára, azért a nyár folyamán csak tudtunk menni Debrecenbe, úgyhogy egy pár kiállításra csak el tudtunk menni. Hát bízunk benne, hogy az idén is el tudunk majd menni. Az unokák és kutyások szép eredményeket értek el a versenyeken. Gyerek-kutya párban indult Bencuska és Mircsike is. Második-harmadik helyezést értek el. Nagyon szép eredményeket értek el, büszke is vagyok rájuk. Gyerek-kutya párba indultak Bencuska és Mircsike is. Úgyhogy itt Karcagon is 19-ben volt a CAC kutya kiállításunk. Délelőtt, délután mind a két alkalommal bejutottak a döntőbe. Második-harmadikos helyezést értek el, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy azért az unokák is kutyások velem együtt. Ferenci Sándorné bízik abban, hogy valamilyen versenyt idén rendeznek, úgy engedelmes, ügyesség és őrzővédő szinten. Nagyon szeretnék, mert én is házilag, mint ugye karcagi kutyás, hát nagyon szeretnék egy házi munkakutya versenyt rendezni a nyár folyamán, úgy engedelmes, ügyességi és őrzővédő szinten, hát nagyon, hát készülünk rá, de majd meglátjuk, de nagyon szeretném megcsinálni. Karcagon megszűnt a kutyás egyesület. Erről is szólt a szakember, amit nagyon sajnálja 40 éves kutyás tagsággal. Nagyon sajnálom, hogy megszűnt a Karcag egyesület. Ugye kevés tagság volt, és így az elnök úr arra döntött, ugye megbeszélés során, hogy szóval megszünteti, mert ugye ebből a pár emberre nem lehet fönntartani. Hát nagyon sajnálom, mint 40 éves kutyás tagságommal rendelkeztem, alapító tagja voltam, de amire azért büszke vagyok, mert minden évben úgy az évkutyája, évtenyésztője, évmunkakutyája, minden gyűlésen serlegekkel jöttünk haza, még most is az utolsó gyűlésünk volt 2020-ban, onnan is 7 darab serleggel jöttünk haza, hát ez végül is a munkánknak a,
a dicsősége. Büszke az év kutyája, az év tenyésztője, az év munkakutyája címeire, serlegeire és unokáira is, akik az iskolában is szépen teljesítenek tanulásban és versenyeken is eredményesek. Igen, büszke is vagyok rájuk, mert azért most is voltak föladva, hogy elkészítették a szőlős halmot, ami csodálatos volt. Nagyon büszke is vagyok rá, mert azért aranydíjba részesültek, úgy Mércsike, mint Bencuska, de amúgy is mindig készülnek. Most volt a víznapja, és arra is készítettek ilyen halak, úszkálnak akváriumba, a Mércsike, hát szóval nagyon szép, meg ugye Bencuska is mindig, ami leckék feladnak, már rögtön csinálja, készülnek, úgyhogy büszke vagyok rájuk, mert nagyon ügyesek. Most volt egy ilyen pályázaton elindult, és akkor most kaptuk az e-mailt, hogy a második korosztályos és osztályos szintjén harmadik helyezést ért el, és ami azt jelenti, hogy Karcagról egyedül Mércsike második A-osztályos tanuló jelentkezett, és szóval harmadik helyet is ért, és büszkék is vagyunk rá, mint karcagiak. Ferenczi Sándorné a karcagi kutyaiskolát folytatni fogja, megkérte az önkormányzattól a helyet, és folyamatban van a Szivárvány úti iskola átvétele. Jász-Nagykun Szolnok megyében az intenzív közúti forgalom miatt évente elpusztult védett állatfajokról a természetvédelmi őrszolgálat évek óta rögzíti az elütési adatokat. Ez alapján ismert volt a tény, hogy a nappali ragadozó madárfajok mellett igen nagy számban pusztulnak el baglyok is, elsősorban a 4-es számú főúton. Március elején egyetlen nap alatt a 4-es számú főút 113 és 178-as kilométer szervényei között 65 kilométeres szakaszon összesen 113 elütött bagoly tetemét vagy maradványait azonosította a természetvédelmi őrszolgálat. Ezek a madarak kizárólag a 2020. december 2021. március között bő 3 hónap alatt a közúti forgalom által elgázolt vagy elütött példányok voltak. A baglyok mellett 6 darab egerészőjv és egy példány karvaj teteme került még elő. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata már hosszú évek óta gyűjti az adatokat a közutakon elpusztult védett és fokozottan védett állatfajokkal kapcsolatban. Ennek az a célja ennek az adatgyűjtésnek, hogy egy átfogó képet kapjunk arra vonatkozóan, hogy mely állatfajok azok, amelyek veszélyeztetettek a közúti forgalom által, mik azok a útszakaszok, amelyek kiemelten veszélyesek egyes állatfajok és állatcsoportok szempontjából. Ennek keretén belül ez év márciusában végeztünk egy gyűjtést, aminek az volt a lényege, hogy azokat a nappali ragadozó madarakat, illetve baglyokat, amelyeket a közutakon elütnek, ezekről legyen egy konkrét információnk, hogy adott szakaszban mennyi pusztul el. Az azonosított tetemek csak egy része volt alkalmas további vizsgálatokra. Közülük 45 példány gyöngybagoly, második éves, azaz 2020-as költésből származó egyed volt, 11 példány pedig ettől biztosan öregebb. 18 erdei füles bagolyból 10 példány hím és 8 tojó volt, melyek mindegyike második éves, azaz 2020-as költésből származó egyed volt. A kuvik szintén második éves példány volt. Egy nap alatt több mint 100 baglyot gyűjtöttünk össze, ami igazából 3 hónap alatt összegyűlt madármennyiséget jelent, tehát a téli hónapok alatt a közúti forgalom során a 4-es számú főútnak a Törökszent Miklós és Püspökladány közötti szakaszán több mint 110 baglyot ütöttek el. Ezeknek a legnagyobb része egyébként a fokozottan védett gyöngybagoly. Egy kisebb arányát teszi ki a védett erdélyfüles bagoly, valamint a szintén fokozottan védett kuvik. Ezen túl találtunk ugye nappali ragadozó madarakat is. Azért is problémás mindez, mert ugye olyan madarakról van szó, amelyeknek az életéről amúgy is keveset tudunk, mert éjszakai aktivitású madárfajokról van szó. De ugyanakkor meg kellően nagy termetűek és látványosak ahhoz, hogy már a közutak mentén az elhullott madarak számhoz feltűnjön az átlag emberek számára is. Nagyon sok lakossági bejelentést kaptunk egyébként az autósok részéről, hogy főleg ezen az útszakaszon nagyon sokat találnak elütve. A felmért útszakaszon a legtöbb elütött bagoly Kisújszállás és Karcag között került elő. A felmérés követő napon ugyanitt Kisújszállás közelében már is újabb, frissen elütött gyöngybagoly került elő. A 4-es számú főútnak kimondottan veszélyes szakasz egyébként a Karcag és Kisújszállás közötti része, hiszen nagyon sok olyan
tanyaépület, mezőgazdasági létesítmény van, ahol fészkelhetnek ezek a madarak, ahol jó fészkelőhelyük van, sok fiókát tudnak nevelni, közel vannak a táplálkozóhelyek, és ezeken a helyszíneken lényegében a madarak közel tudnak kijutni olyan helyekre, ahol nagyszámban vannak rágcsálók. Miért is vannak rágcsálók a közutak mentén? Ugye az úttest alapvetően kiemelkedik a környező tájból, magasabban van, mindig vízmentes, tehát a csapadékosabb időjárás idején is egy mindig száraz élőhelyet nyújt a rágcsálók számára, könnyen bele tudnak fúrni a töltésorlalba, biztonságos helyen tudnak tartózkodni. Az autósok közül sajnos nagyon sokan szórják ki a szemetüket az autókból. Az utak mentén rengeteg a szemét, ami vonza a rágcsálókat. Folyamatosan táplálékhoz jutnak a rágcsálók, különösebb keresgélés nélkül is. Ezen túlmenően pedig ugye a közúti áruszállítás során a takarmányszállítás alkalmával szóródik valamennyi gabona az útpatkára, ami szintén vonza a rágcsálókat. A baglyok ugye alapvetően éjszaka járnak táplálkozni, vadászni, rágcsálókat fognak, és ugye nehezebb vadászniuk egy erdősáv mentén, egy gazos, bokros területen. Nyilván így élnek, tehát ez nem jelent neki különösebb problémát, csak ugye kicsikét nagyobb energiabefektetés elmenni kilométerekre és ott vadászni, mint egy nyílt közút mentén, ahol a rágcsálónak ki kell jönni a nyílt helyre a közútra, ahol igazából takarás nélkül mozognak, a baglyoknak csak ugye meg kell várni az alkalmas időt, mikor kiérkeznek a rágcsálók az útra, és ugye ott meg kell fogniuk ezeket az állatokat. És a közút mentén nagyon sok olyan bokros van, ahol ki tudnak ülni a baglyok. Igazából nem kell nekik naponta 30 km-t repülni azért, hogy rágcsálóhoz jussanak, elég csak kettőt repülni ahhoz, hogy eljussanak a megfelelő táplálkozó helyre, és eredményesen tudjanak zsákmányolni. Közút mentén ugye nagyobb eséllyel tudnak rágcsálót fogni, és ugye ezért keresik fel az út mentét. Viszont számukra ugye ez fokozott veszélyt jelent, hogy a közutak mentén vadásznak, hiszen a nagysebességgel közlekedő autók, bocsánat, idézőjelben nagysebességgel közlekedő autók ugye potenciális veszélyt jelentenek rájuk, és ugye az adataink is igazolják, ugye ez meg is történik, tehát a madarak előbb-utóbb a járművek elé keverednek, és ugye az elütés áldozatává válnak. Olyan erejütközések történnek, hogy a madarak jó részt azonnal elpusztulnak. Minimális példányszám az, ami megsérül, és aztán ugye sérült madárként a kezünkbe kerül. És ezek közül is nagyon keveset sikerül csak megmentenünk. Hírstúdiónk vendége dr. Fazekas Sándor, földügyi kormánybiztos, korábbi földművelés ügyi miniszter, akivel a városunkat érintő fejlesztésekről, beruházásokról, a koronavírus mezőgazdaságra gyakorolt hatásairól, az ország élelmiszer ellátottságáról, a nemzeti konzultáció eredményéről, valamint a folyamatosan zajló oltási programról fogunk beszélgetni. Mai vendégünk dr. Fazekas Sándor, földügyi kormánybiztos, korábbi földművelésügyi miniszter. Üdvözlöm és köszönjük, hogy elfogadta miniszter úr a meghívásunkat. Köszönöm a lehetőséget, és én is köszöntöm a kedves televízió nézőket. Benne vagyunk a koronavírus járvány harmadik hullámában, mely a szakemberek szerint hamarosan tetőzni fog. Ezzel párhuzamosan viszont zajlik az oltás. Magyarországon jelenleg körülbelül hány embert oltottak már be? Hogyan néz ki az európai viszonylatot tekintve, és hogyan halad az oltási program? Magyarországon 1,8 millió ember már megkapta az oltást, és naponta 40-50 ezer fővel ez a létszám, ez növekedik is. De Európában tulajdonképpen az első helyen vagyunk, hiszen a kis megyényi Málta az, amely megelőz bennünket, és ez szerintem egy nagyon nagy eredmény, mutatja azt, hogy az emberek kérik az oltást, és azt is, hogy sikerült a kormányzatnak megoldani azt, hogy legyen oltóanyag, bár nyilván több kellene, mert többet is be lehetne adni, de mégis folyamatosan biztosított azt, hogy az embereknek megvédjük az egészségét. Ez azért is fontos, mert egészen példátlan viták alakultak itt ki, hogy melyik oltóanyag jó, melyik oltóanyag nem, így a vakcina, ez egyik jobb, a másik kevésbé jó, tehát lassanként már az olyan érzés van az embernek, hogy mindenki virológus ebben az országban. Szerintem a legmegbízhatóbb forrásokra, Müller Cecíliára célszerű hallgatni ezekben a dolgokban, illetve Merkeli profra, aki a Szemmelweis Tudományi Egyetemnek a rektora, több szakvizsgában rendelkező orvosok, de általában az orvos társadalom döntő része az elfogadja az oltást, és ennek is köszönhető az, hogy folyamatosan emelkedik ez a szám. Én bízom benne, hogy hamarosan lehetővé válik az országnak a régi életritmusba való visszatérése is. Miniszter úr, hogyan értékeli a nemzeti konzultációnak az eredményét, illetőleg a lakosság hozzáállását a nyitás lehetőségeihez?
Szerintem a konzultáció az nagyon hasznos, hiszen olyan, mint egy népgyűlés, tehát a közvetlen vélemény nyilvánítási lehetőség. És itt Karcagon ennek mindig volt hagyománya, mert ugyan nem ilyen elektronikus formában, de az emberek elmondták a véleményüket őszintén, és hát ez szintén egy ilyen dolog. Látszik az, hogy kellő felelősséggel viszonyul a társadalom legnagyobb része a járványhoz, a járvány elleni védekezéshez, de ugyanakkor szeretnénk azt is, hogy az élet kerüljön vissza a rendes kerékvágásba. Ez érthető, mert a fáradtság jelei ilyen hosszú idő után már jól láthatóak. Olyan szabályokat kell betartanunk, amelyek korábban nem léteztek, olyan járvány ellen kell küzdeni, ami a kollektív emlékezetében a magyarságnak nincs hozzáfogható. Tehát egy egészen rendkívüli helyzet, szinte háborús intézkedéseket kellett meghozni. De én bízom benne, hogy amikor meg lesz a kellő számú átoltott állampolgár, akkor a szabályokat majd lehet enyhíteni. Miniszterelnök úr, az operatív törzs ezen dolgozik, látszik is egyébként az, hogy milyen irányba mozdul majd el a szabályozás. Magyarországon a pandémia ideje alatt milyen az élelmiszerellátottság? Hát én úgy látom, és bárki láthatja, hogy teljesen zavartalan, tehát folyamatosan dolgozik a mezőgazdaság, az élelmiszeripar és a kereskedelem is. A boltokban minden hozzáférhető. Magyarország összes alapvető élelmiszerből exportál, önellátása biztosított. Tehát alaptalok voltak azok a hangok, hogy 3 napig elég, meg 1 hétig elég, meg ilyesmi. Látszik az, hogy kellő tartalékokkal rendelkezünk, és aminek én örülök, hogy a feldolgozó iparra a kormány az elkövetkező években rendkívül nagy összegeket fog fordítani. Milyen lehet a magyar mezőgazdaság helyzete a vírus helyzet leküzdését követően, mire számíthatunk? Hát néhány dolog azért látszik. Az egyik az, hogy tavaly eléggé csapadékos volt az év második fele, a pandémia is közbeszólt, és a magyar mezőgazdasági termelés mégsem csökkent, kismértékben emelkedett a magyar mezőgazdaság kibocsátása. És ez egy kellő alap arra, hogy amikor véget ér a járvány, beindul a turizmus, valószínűleg növekedik a fogyasztás is azokban az országokban, ahol a turizmus sokkal nagyobb nemzetgazdasági ágazat, mint Magyarországon, ilyen például Dél-Európa, akkor az exportpiacokon előrébb tudunk majd lépni, tudunk majd nyomulni. Nyilván ez kellene fejlesztések is, most is zajlanak ilyen beruházások, de az, hogy a vidékpolitikára a kormány rekordösszeget szán az elkövetkező időszakban, az lehetővé teszi azt, hogy még több készterméket tudjunk exportálni. Miniszter úr, köszönöm az interjút. Köszönöm. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!